Községünk a hajdani Ősduna törmelékkúpján, a mai Kiskunságban, Kecskeméttől északra települt. Valamikor erdős, ligetes volt a vidék. A homok eluralkodása már későbbi események következménye. Tudományos hitelű megállapítások szerint már a bronzkorban is lakott volt a terület. A mai Bene területéről honfoglaláskori leletek kerültek elő. A tatárjárás után az első településeket a IV. Béla király által a Balkáról visszahívott kúnok létesítették, Mizse szállása, Lajos szállása és Bene szállása néven. A három település kőtemplommal is rendelkezett, amiből ma csak a puszta templom romjai láthatók. A hajdani szállások neveiből formálódott a község neve. A török hódoltság idején, mint lakott helyek szerepelnek Mizse és Lajos, amelyek később elpusztultak. A törökök kiűzése után ezt a területet első Lipót eladta a német lovagrendnek. A visszaváltás során Jászberény szerezte meg Mizse, Lajos és félbene pusztákat 14.750 forintért. Jászberény városa pusztabírák, csőszők, lovaslegények és pusztahadnagyok segítségével kormányozta ezt a hatalmas területet és tartotta fenn a rendet, amire az állandó határvillongások és a betyárok miatt szükség is volt. Az 1800-as évek elején megindult a tanyák építése, amely folyamatosan gyorsult. Főleg Lajos és Mizse puszták népesedtek. A lakosság magva jászberényi, és sokáig őrizte a jász hagyományokat. Nálunk a tanyavilág szülte a falut. Először 1855-ben a jászberényi tanács parcellázott 500 hold kissé mocsaras területet házépítés céljára. A lakosság növekedése miatt jelentkezett az önálló községi alakulás igénye, ami 1877-ben történt meg. Az új község neve Jász Lajos Mizse Nagyközség. A község első temploma 1896-ban épült. A vasút pedig századunk elején ért el községünkig, majd később épült tovább Kecskemét felé. A község mai neve az 1900-as évek elején alakult ki, amikor már 8680 lakosa volt. A lakosság zöme tanyákon élt, fő foglalkozása a mezőgazdaság, és csak csütörtökön, a heti piacokon és egyéb ünnepeken jött a faluba. Vásárai ma is országos hírűek. A tanyavilág, a szétszórtság nehezítette az oktatás, az egészségügy és az ipar kialakulását. A belterületen először 1899-ben épült iskola. Az ipart a két magánkézben lévő malom és a kisiparosok képviselték. Hasonlóan mostoha volt a kommunális helyzet. A község középpontjára korlátozódó villanyhálózattól eltekintve semmiféle közművel sem rendelkezett.
Nem volt egy tenyérnyi járda, egy méter rendes út. Így érkezett el 1944. november 1-e, amikor községünk felszabadult. A változás első jelei a mezőgazdaságban történtek. 1948-ban megalakult a Sallai, a Vörös Csillag és a Törekvés Termelőszövetkezet. Ezek a termelőszövetkezetek szétszórtan, kis területtel és létszámmal működtek. A gazdálkodásban döntő fordulat következett be 1961-ben, amikor a mezőgazdaság átszervezésével a községben 10 termelőszövetkezeti csoport és 5 termelőszövetkezet az összterület 67%-án munkába fogott. A további eredményes gazdálkodás és a fejlődés megkívánta a szövetkezetek egyesülését. Az egykori kisüzemek dolgozóinak tudatos munkája, összefogása teremtette meg a mai nagyüzemi gazdálkodás feltételeit. Napjainkban a község területén egy termelőszövetkezet és 3 szakszövetkezet működik. A Népfront mezőgazdasági termelőszövetkezet 7 gazdaság több lépcsős egyesüléséből alakult ki. A legfontosabb szántóföldi növényük a kukorica, amelyet korszerű agrotechnikai eljárással, teljes gépesítéssel a bajai kukoricatermesztési rendszer keretében termelnek. Az üzem fő profilja a hústermelés. Évente 330-340 tonna vágómarhát értékesítenek. Ennek 70%-a export. 1976. január 1-től a hús- és tejtermelésre üzemen belüli szakosodást vezettek be. A Magyar Tarka tehénállományt Hereford, illetve Holstein Fries fajtákkal keresztezik. A szarvasmarha évi átlag létszáma jelenleg meghaladja az 1300 darabot. A szarvasmarha tenyésztés vonalán az 5. 5 éves tervben jelentős fejlesztést irányoztak elő, kihasználva a gyepgazdálkodásban rejlő lehetőségeket. Az első ütemben 381 hektár gyep telepítését tervezik, amelyből eddig 154 hektár telepítettek. Főleg olyan területekre, amelyeket korábban gazdaságosan hasznosítani nem tudtak. A húsmarhatartás téli-nyári takarmánybázisát erre a gyepre alapozzák. Az adottságokhoz jól alkalmazó ágazat a juhászat. A meglévő több mint 1800 darabos anyajú létszámot 1980 végére 3000 darabra fejlesztik. A gazdaság évente 1800-2000 darab teljes, illetve pecsenyebárány exportál. Az állattenyésztés és a növénytermesztés mellett jelentős a háztáji gazdálkodás. Évente 2,5 millió liter tejet gyűjtenek be. A szövetkezet az 1973 évi gazdálkodási eredménye alapján elnyerte a kiváló termelőszövetkezet címet. A Kossuth mezőgazdasági szakszövetkezet, amely egyesíti a korábbi kinizsi és vörösmarti szövetkezeteket, elsősorban a gyümölcs és szőlő termesztésével hívja fel magára a figyelmet. Modern, csepegtetős rendszerű öntözési technológiát alkalmaznak. A közeljövőben tervezik 130 hektár gyümölcs és 30 hektár szőlő telepítését, amelyhez a táj adottságainak megfelelő csemetéket önállóan állítják elő. Korszerű melléküzemágukban, a fóliában 3 műszakos, iparszerű termelés folyik 100-120 fővel. Ezek a dolgozók a nyári csúcsmunkák idején a gyümölcs és szőlőtermesztésben is segítenek. Thank you.
Egyedülálló elképzelés realizálódott 1977-ben a takarmánykeverő megépítésével. A tagszövetkezet már 1973-tól tudatosan törekedett, hogy a hozzá tartozó 430 tanyában a háztáji állattartás növekedjen. A takarmánykeverőben előállított tápot a szakszövetkezet saját gépkocsijával szállítja a tagokhoz. Az idén már 400 sertés, 25 ezer liba és 100 hízó marha került ki ezekből a gazdaságokból, amit a szakszövetkezeten keresztül értékesítettek. A fő ágazat mellett jelentős szarvasmarha telepük van, ahol kötetlen tartással évi 500 darab vágómarhát hízlalnak. A szakszövetkezet a tagoknak átadott 25 ezer libán kívül még évi 50 ezer darab pecsenyelibát is értékesít. Az elmúlt 10 évben 300 hektár futóhomokon telepítettek erdőt, amely már érezteti kedvező hatását. Az átgondolt, eredményes gazdálkodást igazolják a különféle magas elismerések. A Béke Mezőgazdasági Szakszövetkezet az állattenyésztés tekinti fő ágazatának. Az országos szarvasmarha programba bekapcsolódva 1972-ben állami támogatással kezdték meg a Bartal Major építését, amelynek célja, hogy 1980-ig 400 darabos tehénállományuk legyen. Itt folytat kísérleteket az Állattenyésztési Kutató Intézet a Magyar Tarka és Magyar Szürke keresztezésével, amelynek eredményeként a szabadtartásos rendszernek megfelelő, ujjatűrő és az időjárás viszontagságainak ellenálló egyedeket kívánnak létrehozni. Az állatok takarmányozása kukoricával, somkóróval és szénával történik. A szakszövetkezet jelenleg 190 hektár telepített és 415 hektár ősgyeppel rendelkezik. A kukorica morzsolva szárítás nélkül kerül a tárolóhelyre, ahol a tartósítás propionsavval történik. Ezt az eljárást 2 éve eredményesen alkalmazzák. A szakszövetkezet területe 3497 hektár, termelési értéke 33 millió, amelyből 11 millió forintot a háztáji gazdaságokban termelnek. A szakszövetkezet legelővel és a hízaláshoz szükséges táppal segíti a háztáji gazdaságokat. Az Almavirág szakszövetkezet 3830 hektáron gazdálkodik. A közösen művelt területek jelentős részén főleg rozsot és őszi árpát termelnek. 44 hektár a szőlő és 24 hektár a kiöregedés előtt álló őszi barackos. Növekvő műtrágya adagokkal és jó talajműveléssel élik el, hogy a kedvezőtlen adottságú talajok ellenére termés átlaguk a megyei átlagnál jobb. Nyolcvan, száz darab, szép küllemű, jó tulajdonságokkal rendelkező lovat tartanak, melynek jelentős része exportra kerül. Nagy az érdeklődés az itt rendezett lovas bemutatók iránt, amelyet az IBUSZ program keretében évente mintegy 10 000-en néznek meg. A 260 fős alukupak üzem meghatározó szerepet tölt be a szakszövetkezet pénzügyi helyzetében és a munkaerő foglalkoztatottságban. A mezőgazdaság fejlődése, a lakosság igényeinek változása megindította az ipari termelőüzemek kialakulását.
Ennek a folyamatnak első lépcsője 1954. november 25-én a háziipari szövetkezet megalakulása volt 30 fő bedolgozóval. Kezdetben a kefe, majd a seprű, később pedig egyéb katömegcikkek kerültek a gyártási programba. A Vas és Vegyesipari Szövetkezettel történt egyesülés után új néven, mint kefe, seprű és vasipari termékeket gyártó ipari szövetkezet működnek. Az első év 900 ezer forintos termelési értékével szemben ma már 135 millió forintot termelnek, amelyből 55 millió forintot a vasipari részleg állít elő. Termékeiből 1956-tól külföldre is szállít. Tőkés exportjuk eléri az évi 59 millió forintot. Ez évben kezdődik meg 36 millió forintos beruházásuk, amelyből 19 milliót fordítanak gépek beszerzésére. Céljuk a tőkés export további 30 millióval történő növelése. ban a régi mozihelyiségben kezdte meg működését 40 fővel a Petőfi Nyomda Lajosmizsei üzemegysége, amely elsősorban a község nődolgozóinak teremtett munkalehetőséget. Fő profiljuk díszdobozok, gyermekjátékok és egyéb csomagolóeszközök gyártása. Ma már 160 fővel évi 30 millió forintos termelési értéket állítanak elő. Az országban egyedül itt foglalkoznak műbélgyártással, és két műszakos termeléssel fedezik a húsipari vállalatok összes igényét. Az első igazán ipari üzemet a vidéki ipartelepítés részeként 1965-ben adták át Lajosmizsén. Ekkor települt ide a vízgépészeti vállalat 3-as számú gyáregysége. A korszerűen megépített műhelyeket, szociális épületeket gyorsan birtokukba vették azok a szakemberek, akik régebben kénytelenek voltak lakóhelyüktől távol munkát vállalni, mert helyben elhelyezkedni nem tudtak. Az üzemmel egy időben épült fel egy 24 lakásos lakótelep az irányításba jártas szakemberek részére. 1966-tól Lajosmizsére költözött a vízgépészeti vállalat központja is, amely a helyi gyáregységen kívül a gyulai, kunhegyesi és budaörsi gyáregységeket is irányítja. Azzal, hogy Lajosmizsére települt egy nagyvállalat, a község szinte minden vonatkozásában éreztette hatását, és nagy fejlődést jelentett az emberek gondolkodásmódjának megváltoztatásában is. Egyik fontos termékük a Globus, amelyből az idén is 110 darab gyártását tervezik. 1974-ben saját fejlesztésként csőgyártósort állítottak üzembe, amely csökkentette az anyagmozgatást és javította a minőséget. 1965 óta változatlan létszámmal termelési értékük 16 millióról 80 millió forintra nőtt. A vízgépészeti vállalat az előző 5 éves tervidőszakban elnyerte a minisztertanács és a Szotvándor zászlaját, a 3-as számú üzemegység pedig 8-szoros élüzemcím birtokosa. Az üzemegység munkájával hozzájárul az ország vízellátási gondjainak megoldásához. Termékei nem csak hazánkban ismertek, hanem Európa és Afrika számos országában is. A vidéki ipartelepítési program másik példája a vízkutató vállalat üzemegységének Lajosmizsire telepítése 1969-ben.
Fő profilja a nagy átmérőjű kutak fúrása 250 méteres mélységig és a talajmechanikai munkák végzése. A Lajos-Mizsei üzemben elsősorban karbantartási és felújítási munkák folynak, hogy az ország különböző területein dolgozó 19 fúróberendezés folyamatosan és fennakadás nélkül dolgozhasson. A karbantartási munkák mellett jelentős a fejlesztés is. A közelmúltban állították üzembe az Eternit csőréselő berendezést. A hagyományos tehergépkocsik csörlősítése pedig egyszerűsíti a szállítást és kiküszöböli a fizikai munkát. A fúróberendezések egyes részeinek hidraulikával történő hajtása biztonságosabbá és termelékenyebbé tette a kútfúrást. Az üzem által fúrt kutakból látják el vízzel többek között a Paksi Atomerőmű szociális létesítményeit, a Gyulai Húskombinátot, a Solti Kossuthadót épp úgy, mint a kecskeméti konzervgyárat. ...1969-ben további két ipari üzemmel bővült községünk, a gépjavító közös vállalkozással és az Agroszerrel. A Lajos-Mizsei Béke és Kossuth, valamint a Ladánybenei Zrínyi szakszövetkezetek hozták létre a gépjavító közös vállalkozást. Az alapítás évében hétfővel 2 millió forintos termelési értéket produkáltak, ez évben pedig már 50 milliós termelési értékre és 8 milliós nyereségre számítanak. Termelési profiljuk a mezőgazdasági termékek feldolgozását szolgáló gépek és felszerelések előállítása. Az élelmiszeripar részére készülnek a szállítószalagok, zöldborsó osztályozók, zöldségmosók, zöldbabhegyvágók és egyéb felszerelések a paradicsom és a csemege kukorica feldolgozásához. Jó munkájuk elismeréseként háromszor nyerték el a kiváló szövetkezeti társulás címet. ...1969. szeptemberében alakult a Kossuth, a Népfront és a Soroksári Vörös Október mezőgazdasági termelőszövetkezet kezdeményezésére az Agrotáp, mai nevén az Agroszer. A vállalkozás 12 fővel kezdte meg működését. Ma már a kezdeti kereteken túlnőve Lajos-Mizsén kívül 4 szerviz egységük van az országban. Ezek fő profilja a mezőgazdasági és földmunkagépek vevőszolgálati ellátása, valamint a háztáji gazdaságok kisgépeinek garanciás javítása. Június elején került átadása Apajpusztán, a Kiskunsági Állami Gazdaságban a svéd Alfa Laval cég fejőberendezése, amelyet 4-es üzemegységük szerel. A halszárkás rendszerű fejőházban 2 dolgozó 40 tehenet tud egyszerre fejni. Ugyancsak a 4-es üzemegység végzi a Pest megyei gabona és malomipari vállalatnál egy 1000 vagonos gabonatároló szerelését, amelynek átadását az itt dolgozó brigád éppen Lajos-Mizse 100. születésnapjára tervezi. Ilyen és hasonló típusú terménytárolóból eddig már 25 darabot építettek, a bábolna rendszerű szárítóból pedig több mint 30-at, hozzásegítve a mezőgazdasági üzemeket a korszerű technológiák alkalmazásához.
Az iparosodás első és legmélyebb gyökereit mindezek ellenére a mesterembereknél, a kisiparosoknál találjuk, ahol a szakma szeretete apáról fiúra száll. Községünkben közel 120 kisiparos dolgozik. A divatos szakmákban jó az utánpótlás, de néhány mesterséget már csak az idősebbek képviselnek. Vajon lesz-e, aki követi őket? A mezőgazdasági és ipari üzemek létrejöttével és erősödésével párhuzamosan alakult és fejlődött községünk szociális, kommunális és egyéb téren is. Ez az átalakulás éppen a szövetkezetek megerősödésével 1960-tól meggyorsult, és Lajos Mizse nagyközségi rangra emelkedése 1970 után új, határozottabb irányt vett. A 42 kilométer hosszú vízvezeték, a 4 kilométeres szennyvíz és csapadékvíz csatorna, az utak és járdák, a villamosítás, a parkosítás, mind egy-egy lépcsői ennek a folyamatnak. Hosszú évek céltudatos munkájára és komoly anyagi eszközökre volt szükség a korszerű egészségügyi ellátás megvalósítására. Az új egészségházban 5 orvos, 3 fogorvos, nőgyógyász és gyermekszakorvos várja a rászorulókat. Ezt egészítik ki a mezőgazdasági üzemek által létesített orvosi rendelők, amelyek elsősorban a tanyai lakosság ellátását szolgálják. A korábbi 3 szülésznő helyett most jól felszerelt szülőotthonban hozzáértő kezek gondoskodnak a szülőanyák ellátásáról. A kismamák rendszeres tanácsadásokon kapnak felvilágosítást a tennivalókról. A koraszülött gyermekek ellátását biztosítja az inkubátor. A csecsemőgondozást pedig 5 védőnő végzi. A szülőotthonban a tüdőszűrésekkel egy időben rákszűrést is végeznek. Inkább a szociális gondozáshoz tartozik, de egészségügyi célokat is szolgál az 1974-ben átadott járási szociális otthon. Közel 100 idős, részben beteg, munkában elfáradt ember talál itt nyugodt, békés körülményeket, gondoskodást és társakat.
A hatalmas park, a gyönyörűen megmunkált ágyások pedig öreg kezük munkáját dicsérik, mert még itt is tenni akarnak önmagukért, egymásért. Első írásos emlékeink szerint a gyermekek tanítását 1852-ben Kovács György kezdte meg Alsó-Pusztán. Egy 1872-es jegyzőkönyv szerint Lajos Mizsén és Pél Bene Pusztán állt egy-egy iskola, majd számuk később hétre szaporodott. Az iskolák osztatlanok voltak, egy osztályban 80-140 gyermek tanult. 1932-ben Szagri István vezetésével a községben magánpolgári iskola alakult, amelynek 1936 és 48 között Podmanicki Béla volt az igazgatója. Most itt tanulnak az általános iskola felső tagozatos tanulói. A villamosítás megváltoztatta a tanyai iskolák helyzetét, javultak a körülmények. Mindezek ellenére az oktatási feltételek nem feleltek meg a követelményeknek, és a 70-es években országos akció indult a tanyai gyermekek iskoláztatásának javítása érdekében. Ennek eredményeként 1976-ra felépült az ország legnagyobb tanyasi kollégiuma. háromnegyedében felső tagozatos tanulót vontak össze, és így a már 14 külterületi iskolából 8 maradt, az is csak az alsósoknak. Felmérhetetlen jelentősége van annak, hogy ezek a gyerekek, és csak a kollégiumban 16 nevelő foglalkozik velük. A kollégium korszerű konyháján 520 napközis étkezik. A központi iskola így persze kicsi lett. Van kollégium, de most már egy nagy iskolát kell építeni, és persze tornatermet. A község művelődését, szórakozását szolgálja a mozi és az Ódry Árpád művelődési ház, amely mindinkább megtalálja a kapcsolatot a lakossággal. Rendszeres és tartalmas műsorokat rendez, szakköröket, klubokat működtet, szám szerint 15-öt. A Magvető Citena zenekar sikerei már túljutottak a község határain. Vezetőjük Szabó Mihály. Rendszeres, komoly munkával készülnek a szereplésekre. A zeneóvodások vizsgaelőadásokon mutatják be tudásukat. Népszerű a sakk. A Lajos Mizsei csapat most a megyei első osztályban szerepel. Húszezer kötetes a községi könyvtár. Rendszeres olvasóinak száma 2000. 67 különféle napilapot és folyóiratot járatnak.
Az óvodásokat meselemezekkel és diavetítéssel várják, az iskolásoknak pedig rendkívüli irodalomórákat tartanak. 10 fiókönyvtáruk van. Programjukban még író-olvasó találkozó és önálló műsorok rendezése is szerepel. Lajos Mizse 13 ezer lakosából 6300 ember, mintegy 1500 tanyán él. Ezeknek az embereknek, ennek az életformának állít emléket 1972 óta az ország első tanyamúzeuma. Az épület a 19. század második felében épült. Gazdája Jászberényből telepedett át Lajos Mizsére. Berendezése, felszerelése azt a színvonalat mutatja, amely az alföldi tanyák népének mindennapjait jellemezte. A Lajos Mizsei Földműves Szövetkezet alakuló közgyűlését 1945. novemberében tartotta, ahol a 29 alapító tag 5-5 részjegyet jegyzett. 1961-ben egyesült a Ladánybenei Szövetkezettel, és mint Lajos Mizse és vidéke általános fogyasztási és értékesítő szövetkezet működik ma is. Az igényeket a szövetkezet egyre magasabb szinten elégíti ki, amit bizonyítanak az átadott és átadásra váró egységek. A szövetkezeti tagok száma ma már eléri a 4000-et, a befizetett részegyek összege pedig a 2 millió forintot. A szövetkezet keretében 5 mezőgazdasági szakcsoport tevékenykedik. Ezek a szakcsoportok biztosítják a szövetkezeti boltok tőkehús ellátását, és mindinkább kielégítik a zöldség és gyümölcs szükségletet is. Komoly feladatot jelent a tanyai üzletek megfelelő szintű ellátása, hogy a környéken élők mindig megtalálják a legfontosabb árukat. A 41 kiskereskedelmi és 14 vendéglátóipari egység több mint 14 ezer ember ellátásáról gondoskodik. Az éves forgalom meghaladja a 200 millió forintot. A nagyközség fejlődése azonban megkívánja a kereskedelmi hálózat további fejlesztését. Ez évben készül el egy 450 négyzetméteres ABC áruház, és az 5. 5 éves tervidőszakban iparcikk áruházat is építenek. Az élénk sportélet első számú kedvence a foci csapat. Mérkőzéseit jó pályán népes nézősereg buzdítása közben játsza. A csapat meg is érdemli a szurkolást, hiszen a táblázaton előkelő helyet foglal el. Az új sportligetben több sportág lelkes képviselői találnak ideális körülményeket a sportolásra, testedzésre. Kézilabda, kosárlabda, tenisz és röplabdapályák várják a község fiataljait. A megyei első osztályban szerepel a kézilabda csapat. Gólzáporos győzelmei bizonyítják, hogy magasabb osztályban is megállnák a helyüket. Thank you.
A Sportliget szomszédságában a horgászok komoly munkában vannak. Vajon ki lesz az első? A tavaszi horgászverseny résztvevői a kellemetlen idő ellenére is jól szórakoztak, és a horgász szerencsére sem paraszkodhattak. A kultúrotthon ad helyet a község erős embereinek, a birkózóknak. A legkisebbek már is ügyesen mozognak, látszik rajtuk a rendszeres kemény munka és az edző hozzáértése. Így szerette meg a birkózást, ezt a kemény férfias sportot Polyák Imre is, aki 1964-ben Tókióban olimpiai bajnokságot nyert. Akkor nyilatkozta a Petőfi népében. A mai fiatalok sokkal jobb körülmények között készülhetnek már itt Lajos Mizsén is. Tehetségek mindenütt vannak, és csak akarat kérdése, hogy valaki magasra jusson. Dezséri László mondta ez év márciusában a rádióban Lajos Mizséről. Amikor éppen megnyugszunk, hogy kijutottunk délfelé Budapestről, és elkezdjük jól érezni magunkat az ötös úton, érünk Lajos Mizsére, és talán éppen ezért sokszor csak átfutunk rajta. Lajos Mizse pedig érdekes, nagy fejlődésű község. Ez évben ünnepi 100. születésnapján. Az alkotmány ünnepén majd számba vehetik mindazt, ami jó részt az utolsó 5 évben történt így. Éppen 5 éve kiadtak egy kis füzetet Lajos Mizsei Változások címen. Akkor az inkább csak ígéreteket foglalt össze, de meglepő világossággal mutatta meg, hogy logikusan az egymásra következő, várható fejlemények szerint szabtak programot saját maguknak. Majd így fejezte be. A tanácsház mellékutcában van, és 1790-ből való műemlék, de friss levegő árad belőle. A friss levegő pedig józan gondolatokat szül. Ezért tudta mozgósítani a tanács a községet, az üzemeket és szövetkezeteket, hogy a meglévő óvoda mellé egy ugyanolyan szépet, korszerűt építsenek. És a józan tervezésnek, a lehetőségek kihasználásának ez csak egy példája. A további fejlődés biztosítéka a kezünkben van. Összefogással, tenni akarással, eddigi eredményeinket is túlszárnyalhatjuk.